Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Április 16-án emlékezünk a holokauszt magyarországi áldozataira. Az országgyűlés 2000-ben hozott döntése alapján minden évben ekkor rendezik meg az emléknapot. 1944-ben ugyanis ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. Pasitka Herman, bonyhádi lelkész szerint minden évben meg kell emlékeznünk az áldozatokról, mely hagyományokat a fiatalabb generációnak is át kell adnunk. Egyedül résztvevők nélkül, de tartotta a hagyományokat Bonyhád polgármestere április 16-án. Ezen a napon emlékezünk meg minden évben a holokauszt magyarországi áldozatairól. A Völgységi Városban Filóné Ferenc Ibolya koszorúzta meg azt az emlékművet, melyet 2014-ben adtak át. A mementót a Soha Többé Soá alapítvány állította az 1222 áldozat deportálásának 70. évfordulója alkalmából. Az alkotást Pasitka Herman, bonyhádi lelkész álmodta meg. Az ott a célunk, hogy egy olyan emlékeztető jel emlékeztessen ezek a egyébként nagyon kedves emberekre. Nyilván biztos köztük is voltak mogorvábbak és így tovább, de hát én beszélgettem egyébként még Frid Iván bácsival, és ugye a zsidó temetőből ott mutatta neveket, a rokonai, hogy ez a kislány, hogy nézett ki, milyen kis aranyos volt, 5-10 éves kis lánykák, a testvérei, meg rokonai, akiket elvittek, elgázosítottak. Tehát ott megelevenedett az, hogy ezek ugyanolyan eleven, ugyanolyan normális, hétköznapi, kedves húsvér emberek, mint a magyar emberek, vagy a romák, vagy a németek, vagy bárki más. És úgy gondoltuk, hogy ennek kell egy olyan mementó jellegű emléket állítani, ami nem csak egy ilyen kis emléktábla valahol eldugva, és ebben nagyon jó partnert találtunk a Potápi Árpád, akkori polgármester úr személyében, illetve az önkormányzat részéről is, tehát ők is nagyon pozitívan és segítően álltak hozzá ez. És hát én terveztem ezt az emlékművet, de a megvalósítás az igazából Bonyhádi Híd gyülekezete tagjai, tehát egy vállalkozó barátunk is, aki szakemberként ezt a monstrumot felállította, segített felállítani, tehát ez nem egy személyes dolog volt, ez egy csapatmunka volt, illetve más támogatók is, akik ehhez, és a helyi támogatók, akik ebben segítettek. Igazából hát nem sok helybéli lakó maradt, 56-ban nagyon sokan még elhagyták az országot. Ugye a háború után úgy tudom, hogy ilyen 150 fős zsidó népesség, vagy hogy fogalmazza, a zsidó csoport tért vissza a lágerekből, illetve a munkaszolgálatból. Talán még kis iskoláik is volt akkor, de az 56-os forradalom során akkor nagyon sokan elhagyták az országot, tehát akkor a többség elment, illetve részint a várost elhagyták, tehát hogy ugye ha Magyarországon is maradtak, de a városból elmentek, és ez nagyon sajnálatos szerintem, mert úgy, hogy nagyon sok vidéki városnak a arculatát, úgy Bonyhád arculatát is nagyon sokban alakította a zsidó polgárság, és különösen ez a polgári és tanultabb réteg is. Bár gondolom, hogy Frid Iván bácsi nagyon egyszerű ember, munkás ember volt, és ő mondta, hogy nagyon sok szegény, egyszerű zsidó ember is volt, tehát nem, ugye vannak ilyen sztereotípiák, hogy a zsidók azok mindig gazdagok, meg harácsolnak, meg ilyesmi, ez egy kamu az egész. Hát nyilván voltak ügyes vállalkozók közöttük, meg nagyon sok területen nagyon kiválót alkottak, de azért többsége a Magyarországon levő zsidóságnak is egy nagyon egyszerű, nagyon sok esetben nagyon nagy nyomorúságban élő egyszerű emberek voltak. Ugye sajnos most a koronavírus járvány miatt nem tudott megvalósulni a tervezett megemlékezés, de minden évben meg szoktunk emlékezni, a polgármester asszony is rendszeresen beszédet mond, tehát ő is támogatja, úgy látom, ez fontosnak tartja ezt a megemlékezést. Történelmi valóságnak megfelelő fontos eseményeket, tragédiákat fontos elevenen tartani, mert tehát sajnos az emberben benne van a romlás, és tehát bizonyos az ember karakterében, és ez csak nevelése lehet, hogy így mondjam, helyre rakni, és ha az embereknek van tapasztalata nehéz helyzetekről, vagy van találkozása, tehát akár egy olvasmány, vagy filmélménye, vagy egyszerűen csak a tanulmányai során átgondolhatja, és szembesülhet azzal, hogy micsoda
nincs, mire képes az emberi gonoszság, akkor azért ezzel szembe tud helyezkedni, belül létre tud hozni egy olyan szembehelyezkedő magatartást, amitől ő nem lesz támogatója ilyen jellegű esetleg jövőbeni folyamatoknak vagy irányzatoknak. A lelkipásztor emlékeztetett, miért is fontos, hogy minden évben megemlékezzünk az 1944-ben történt eseményekről. Úgy gondolom, hogy már mindenki tisztában van azzal, hogy a holokauszt pontosan mit is jelent, hogy mi történt 1940-es években, és hogy 44-ben Magyarországról is, amikor miután bevonultak a német katonák, elkezdték először a vidéki zsidóságot gettósítani, és utána pedig, tehát összegyűjteni, és utána pedig vasúton elszállították őket különböző koncentrációs táborokba, elsősorban Auschwitzba, és hát már Magyarországon elindultak az atrocitások, tehát már itt a gettóban is sajnos a magyar szervek is közre játszottak abban, hogy megsokasítsák a szenvedését a zsidó embereknek, és hát ugye tudjuk azt, hogy több százezer honfitársunk nem tért a lágerekből. Tehát ez egy olyan súlyos esemény a magyar történelemnek, és hát az európai történelemnek is, amiről feltétlenül szükséges megemlékezni, illetve ennek az emlékét ápolni, mivel az antiszemitizmus továbbra is egy olyan valóságos fenyegetés, amely közben látjuk, hogy át is alakult, és az elmúlt évek illegális migrációja során olyan tömegek érkeztek be Európába, akik sajnos a kultúrájukban hordozzák az antiszemitizmust, a zsidógyűlöletet, Izrael ellenességet, és ez tovább is egy aktuális veszély, ami miatt nekünk helyes állást foglalni ma. Eleve ébren kell tartani egy ilyen, ráadásul egy nagyon közeli történelmi esemény, hát ugye sajnos most már egyre kevesebb élő, túlélője van a holokausznak, hiszen 76 éve, 44, 76 éve volt a magyarországi elhurcolás, és tehát akik akkor még nagyon fiatalok voltak, 15-20 év között, ők nekik, és túlélték, ők közük még élnek némelyek, de épp ezért azok, akik ezekkel a dolgokkal tisztában vannak, és ráadásul látjuk az imént is említett folyamatokat Európában, akkor az új és új generációkat meg kell tanítani arra, hogy Európának a történelme milyen súlyos bűnökkel terhelt, hiszen ez ennek van egy szellemi háttere, tehát ez nem hirtelen pottyant az égből, ennek történelmi előzményei voltak, akár a kereszténységnek a zsidósághoz való viszonyában sajnos. Ugye az első gettók azok Rómában jöttek létre, és a keresztény Európában jöttek létre a középkorban, korai középkorban már. Krisztus gyilkosságnak a vádja, tehát hogy az egész zsidó nép felelős a Krisztusnak, Jézus Krisztusnak a megöléséért, és itt tovább. Tehát ezek olyan problémák, amit nyilván látni is, hogy azért a különböző felekezetek is igyekeznek azért ezt helyretenni, de maga a helyettesítési teológia, ami arról szól, hogy Izrael helyére Isten tervében az egyház lépett, és ez visszafordíthatatlan döntése Istennek, ez is egy teológiai tévedés, hiszen a Biblia tele van olyan nagyon konkrét Izrael és a Szentföldre vonatkozó proféciákkal. Maga Jézus is utalt rá, hogy Izrael vissza fog térni a földjére, a zsidóság újra visszaszerzi a nemzeti és állami létnek a képességét, ahogy ezt ugye látjuk 1948 óta, és ezt ugye nagyon sokáig tagadták, tehát mind a mai napig, tehát a zsidósággal szemben elkövetett súlyos bűnöknek nyilván vannak következményei, materialista vagy ateista ember nyilván ezzel nem sokat gondolkodik, de én úgy gondolom, hogy ennek vannak azért szellemi következményei, és azok az emberek, akik ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy bizonyos súlyos cselekmények, azok átokkal járnak, tehát generációkon keresztül ható negatív hatása van egy-egy nemzetre, és ezeket a dolgokat fel lehet számolni. A 76 évvel ezelőtt történt események során csaknem 600 ezer magyarországi zsidó származású ember gyilkoltak meg, vagy üldöztek. Az áldozatokról való megemlékezés minden évben fontos, hiszen így is tanulhatunk a múltbéli eseményekről, tette hozzá a Bonyhádi lelkész.
1 millió forinttal bővült a Bonyhád Összetart néven nyitott adománygyűjtő számla. Most egy bonyhádi, 30 éve nemzetközi szállítmányozással foglalkozó cég ügyvezetője utalt át az összeget, ezzel is erősítve a karitatív akció sikerességét. Legutóbbi adásunkban arról számoltunk be, hogy pillanatok alatt gyűlt össze az első 1 millió forint azon az adományszámlán, amit a Bonyhádi önkormányzat hozott létre. Akkor a város polgármestere, az alpolgármesterek és önkormányzati képviselők adakoztak. A begyűlt pénzből a bajba jutott családoknak segítenek majd, és a vírus elleni védekezésre is fordítanak belőle. Az azóta eltelt időben pedig újabb 1 millió forint került a Bonyhád Összetart néven nyitott számlára. Ezúttal Bányai Béla, bonyhádi vállalkozó nyújtott segítséget a rászorulóknak. Mindenkit érzékenyen érint a mostani helyzet, mondta a több mint 30 éve nemzetközi szállítmányozással foglalkozó cég ügyvezetője. Én úgy gondolom ebben a szokatlan helyzetben, ami most van magyar, a világon, ez a világjárvány miatt, fontos, hogy az ember gondoljon azokra is, akik váratlan elesettek lesznek, és akik ezt a krízist nehezebben élik át, élik meg. Függetlenül, hogy a kormány mindenféle intézkedést megpróbál tenni a nehéz helyzetbe jutott emberek megsegítésére, én azért úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek van lehetőségük, és hál' Istennek nekünk most volt, vagy van, hogy segítsünk azokon az elesetteken, váratlan elesetteken, ami a krízis után majd jelentkezni fog. A koronavírus járvány a szállítmányozással foglalkozó cégeket is hátrányosan érintette. Az ebben az időszakban megszokott forgalom visszaesett a veszélyhelyzet miatt, de fontosnak tartja, hogy már most gondoljanak azokra, akik a krízis helyzet miatt várhatóan elesettek lesznek, és lehetőség szerint minél többen cselekedjenek a felkarulásukért. Jó ötletnek tartja a város polgármestere Filóné Ferenci Bolya által kezdeményezett adománygyűjtő számla létrehozását, amelyre 1 millió forintot utalt, ezzel is erősítve a karitatív akció sikerességét. A polgármester asszonyon beszéltem, miután ő közé tette egy felhívást, illetve megbeszéltem Potápi Árpáddal is, hogy hogy tudnánk segíteni azokon, akik esetleg várhatóan nehéz helyzetbe kerülnek, és ők javasolták ezt a megoldást, és akkor ezt az összeget, ezt az 1 millió forintot át is utaltuk az adomány egy számlájára. Bonyhádi önkormányzat képviselőtestülete is bevont szakértők segítségével, szakmai segítségével fogják ezt az összeget felhasználni. Én ebben teljesen megbízom, úgyhogy ezt az összeget át is utaltuk. Elsősorban nemzetközi fuvarozással foglalkozunk és autójavítással. Ez a krízis, ez a válság, ez hirtelen csapott le ránk, bár azért szerintem számítani lehetett rá. Hirtelen megállt minden, természetesen, mivel mi elsősorban német exportra dolgozunk, osztrák exportra. Ezek megálltak, de azért vannak olyan cégeink, vagy kapcsolatunk, üzleti kapcsolatunk, akik töretlen hittel továbbra is dolgoztak. Így 60%-unk folyamatosan most is dolgozik. Én úgy gondolom, hogy a kormányzati intézkedések, és ez a 60%-os folyamatos működés, ez áthidalja ezt a krízis időszakot, ami várható. Meggyőződésem, hogy mindenképpen el kell indítani a gazdaságot, mert annélkül akkor tényleg lesz a probléma. És abban az esetben, hogyha lassabb ütemben is, de várhatóan elindul egy hónapon belül, akkor át lehet vészelni ezt az időszakot, tehát a vállalkozóknak is. Mi nemzetközi fuvarozással foglalkozunk, jelentős problémát okozott ugye a határátlépések, most is vannak a fennakadások, de mivel engedik az árufuvarozást, ezért van esély arra, hogy túléljük ezt a krízist. Elsősorban a bizalom az a legnagyobb probléma, tehát mindenki fél mindenkitől. Félünk attól, hogyha valaki nincsen szájmasz, félünk attól, hogyha valaki nincs kesztyű, nem is hiszük el, hogy ez várhatóan gyors idő alatt ez helyreállna ez a bizalom. Nagyon nehéz volt például a kezdeti időszakokban a gépkocsivezetőknek parkolót találni, a szociális részeket elérni, fürdőbe bemenni. Volt egy időszak, amikor nem is lehetett, ez szörnyű megoldások és jelenetek voltak. Határokon jelentős várakozások voltak, ameddig ki nem derült, hogy tényleg működhet a nemzetközi fuvarozás, a határátkelések elképesztő. Két napot álltunk határon, vagy még esetben többet is, és az ottani szociális körülmények, és hát amik voltak, az tényleg borzasztó volt. De most egy-két órás, néha esetben, hát ez még előfordul, egy 3-4 órás várakozás egyes halomnál, vagy a cseh-német határon, de azért azt lehet mondani, hogy működik. Lassan is, de működik, és ez most megnyugtató, hogy legalább ez van. Kell megfelelő tőkének is ahhoz lenni, hogy ez a rendszer ez működjön.
Természetesen nem mondom azt, hogy bármire van pénzünk, és eddig se volt, de azért ennyi még mindig van. Remélem, hogy a jövőben is lesz. Támogattuk az Ófalusi önkormányzatot is hasonló összeggel, és támogattuk a Bonyhádi önkormányzatot is ezzel az 1 millió forinttal. A megnyitott bankszámla lehetőséget nyújt mindazoknak, akik a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetben pénzadománnyal tudnak segíteni. Az összegyűlt adományt részben a veszélyhelyzetben szükséges védekezésre, részben pedig a járványhelyzet miatt bajba jutott családok megsegítésére használják majd fel. Idén a koronavírus járvány miatt változik az eddig megszokott beiratkozási rend az általános iskolákban. Erről a bonyhádi tanintézmények vezetői számoltak be. Elmondták, az ügyintézés nagy része online, a Kréta internetes felületen is elvégezhető. Ha vannak olyan szülők, akik nehézségbe ütköznek, akkor kereshetik az adott iskolát telefonon, indokolt esetben pedig személyesen is. Idén a koronavírus járvány miatt az eddig megszokott beiratkozási rend is változik az általános iskolákba. Az ügyintézés és segítségnyújtás elsődlegesen online érkezik, de a szülők a bonyhádi általános iskolák munkatársaitól is segítséget kérhetnek. Eddigi megszokott rendszerünk az volt, hogy március végén tartottunk egy beiratkozással kapcsolatos beiskolázási tájékoztatót szülőknek és egy nyílt napot a gyerekeknek, ahol megvendékeltük őket, a tanítónénikkel foglalkoztak a tanítónénik a gyerekekkel, játszóházat csináltunk, tehát megismerték egy kicsit az iskolát és a tanítónéniket a gyerekek. Ezen kívül tavaly óta csinálunk egy olyat, hogy regisztrációs lap, és egy regisztrációt követően mi már elő tudjuk készíteni a felvételit. A mi iskolánk, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, ez nem egy körzeti iskola, mondom úgy, nem egy kötelező felvétel biztosító iskola, tehát mi azokat vesszük fel, akik hozzánk regisztrálnak. Ebben az évben ez minden elektronikusan működött, tehát minden bemutatkozása az iskolának kiment a szülők felé elektronikusan, illetve a regisztráció is elektronikusan zajlott. A nem körzeti iskoláknak április 6-ától 24-ig van lehetőségük beiratni ezeket a gyerekeket, akik hozzánk jelentkeznek. Ez folyamatban van. Jelenleg arról tudok beszámolni, hogy 3 osztályt szeretnénk indítani, ezt terveztük is, ez úgy tűnik, hogy gyakorlatilag meg is telt, tehát gyakorlatilag már nem tudom, hogy sokan jelentkeznek-e, úgy látom, hogy megteltünk, és április 27-ig meg is születik a döntés, hogy kit vettünk akkor föl, és akkor mindenkit írásban ki is tájékoztatunk még erről. Április 28-ával pedig a körzeti iskolák folytatják a beiratkozást. Ilyen a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola is. Az egészségügyi állapot most az első, mondja Steiner Krisztián intézményvezető. Arra törekednek, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a személyes kontaktusok számát. Koronavírus miatt inkább az online beiratkozás felé kellett elmozdulnunk. Nyilván elsődleges a gyerekek, a szülők és a valamennyi alkalmazottnak a biztonsága. Ezért ebben az évben úgy változik a beiratkozás rendje, hogy április 28-tól kezdve van lehetőség a körzetes iskolába való beiratásra, tehát aki a Széchenyi István általános iskolába szeretne beiratni a gyerekét, azt április 28-án teheti ezt meg. Van egy felület erre, ez a Kréta rendszerhez kapcsolódik, az iskola honlapján ezt elhelyeztük, és ott van erre lehetőség. Természetesen, hogyha valaki nem rendelkezik technikai eszközökkel, segítségre van szüksége, akkor időpont egyeztetéssel megteheti ezt az iskolában is, nyilván a biztonsági intézkedések megtartása után. A Kréta rendszeren belüli ügyintézésről több internetes felületen is tájékozódhatnak a szülők, hogy gyerekeiket a 2020-21-es tanítási évre hogyan tudják beiratni. Ahogy felvételünkön is jól látszik, az interneten elérhető videók lépésről lépésre megmutatják a beiratkozás folyamatát, így nagyban megkönnyítik a szülők dolgát. A Kréta felület kezelésében pedig az általános iskolák vezetői és munkatársai is minden segítséget igyekeznek megadni a szülőknek. Ezzel is könnyítve a jelenlegi rendkívüli helyzetet. Azoknak a szülőknek is megoldást kínálnak, akiknek esetleg nincs otthon megfelelő technikai felszereltségük. Hogyha segítséget kérnek, akkor személyesen bejöhetnek és megtehetik. Okiratok benyújtására a biztonsági intézkedések miatt nincsen szükség, erre alapvetően az első tanítási napon van lehetőség. Március 16 óta az iskola zárva van, alapvetően a tanulók, szülők és a pedagógusok sem járnak be, de
aki segítségre szorul, esetleg nincsenek meg a technikai eszközei, hogyha informatikai eszközei nem állnak rendelkezésre, akkor egy telefonos jelzésre eddig mindenkinek segíteni tudtunk. Az iskola valamennyi laptopját, tabletjét és egyéb eszközeit rendelkezésre bocsájtottuk. Azt gondolom, hogy megnyugtatóan elindult a digitális oktatás. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek tudtunk segíteni. Egyébként ebben az időszakban az iskolában munka folyik természetesen, a technikai alkalmazottak elvégzik a szokásos tavaszi nagytakarítást, és a felújítási munkálatok is zajlanak. A diákok digitális oktatásában való részvételét is igyekeznek a bonyhádi általános iskolák oktatói megkönnyíteni. Aki igényelte, azok számára az iskola már meglévő számítógépeit kiadták. Vannak valóban olyan gyerekek, akiknek nem áll rendelkezésükre az internet vagy a komputer nem biztosított otthon. Őnekik hetente kiküldünk postán keresztül anyagot, és akkor ezeket meg tudják csinálni. A másik verzió pedig az, hogy a gimnáziumban is úgy működött, hogy kiadtunk pár laptopot a gyerekeknek, elég soknak, és az informatika teremből is, úgyhogy ők azon tudnak dolgozni, akinek van otthon legalább internet. Tehát ezzel próbáljuk segíteni a munkát. Pedagógusoknak szintén, tehát akinek szüksége volt erre, annak az iskolai gépeket kiadtuk. Az általános iskolákba való bejutásról legkésőbb május 21-ig döntenek. Ezt követően írásban értesítik a szülőket a felvételi döntésről. A Tolnatáj Televízió akciót hirdetett, melyben amatőr zenekarok bemutatkozó anyagait várta. Számos formáció küldte és küldi folyamatosan klipjeit, így a bonyhádi ABS zenekar is, akik a Soy Rock and Roll című dalukkal is neveztek. Ezt láthatjuk a következőkben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!